Nagyon szépen köszönöm, Zselyke, hogy eljöttél, és ahogy a legutóbbi találkozásunkkor ígértem, akkor örülök, hogy megint tudunk beszélgetni, de hát ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy akkor ugye beharangoztuk azt, hogy Nyíregyházán lesz egy fesztivál, és hát Petőfi 200, ezt mindenki tudja, az örökérvényű János Vitéz, és hogy ezt meg kell csinálni, természetesen megrendezted, színpadra álmodtátok, de mielőtt még átadnám a szót, ennyivel tartozom a drága jó nézőknek, nem Nyelvbotlás és nem Nyíregyháza, hanem Nyíregyháza, ami Pest vármegyében, leánykori nevében Pest megyében, méghozzá Monori járásban van, ha jól tudom, és körülbelül úgy 40 km Budapesttől, tehát megközelíteni nagyon könnyű, és gondolom nagyon sokan meg is közelítették, mert a nulladik napon elkezdődött a János Vitéz. Hogy sikerült először is az előadás, azon kívül, hogy jól? Először is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és beszélgethetünk erről. Jól sikerült, nagyon jól sikerült, iszonyatosan sokan összegyűltünk. Számolhatatlan mennyiségű arc, kicsi, nagy, felnőtt, gyerek, nagymama, nagypapa, helyi lakos, budapesti, környezőjárások béli volt a közönség soraiban. Nem tudjuk pontosan, de 1500 és 2000 fő között volt az ősbemutatón a közönség sorainak a mennyisége, ami tényleg egy ilyen hihetetlen léptékű és óriási vállalás a település részéről is, meg hát elképesztően jó érzés volt látni, hogy ennyien kíváncsiak hát Nyíregyháza produkciójára. Na de hát ott van másfél ezer ember, mikor az egész településen összesen tehát 3000 valamennyien laknak, vagy majdnem 4000-en, akkor ez mindenféleképpen nagy vállalás volt, most nem csak a te részedről, hogy megrendezed a darabot, hanem amit úgy félig meddig már annak idején beharangoztunk. Szóval ez egy olyan sajátos megvalósítása ennek a nagyszerű János Vitéznek, hogy itt tényleg amatőrök, zene, tánc, gyerekek, szóval itt minden volt akkor. Te, mint rendezői szemmel, hogy tudnád összefoglalni, ami akkor ott történt, és hogy lehetett összetrombitálni? Hát mondhatnám azt is, hogy a faluból mit tudom én 100-150 embert, hogy segítsenek mindent, és ha jól tudom, mert én láttam természetesen képeket, de hogy még a díszlet tervezésben, megvalósítás, kivitelezésben is segít. Na hát akkor tessék, most tiéd a szó, ki mindent, mi mindent csináltott? Azt hiszem, ez életem leginspirálóbb szakmai folyamatának mondható, így utólag is. Valami fantasztikus energiák mozogtak egész nyáron, irdatlan sokan lettünk, ami azt jelenti, hogy több mint 150 szereplő állt a színpadon, kiegészülve néhány közreműködővel a környező településekről. Pontosan, elképesztően sokan lettünk, ami nagyon jó, a díszletek, a kellékek, a jelmezek gyártásában, kitalálásában, megfestésében, kivitelezésében, tényleg benne volt Nyíregyháza apraja nagyja, az egészen pici ovisoktól a nyugdíjas klubig mindenki együtt létezett, élt, mozgott, és készült a bemutatóra. A műfázban nem fértünk be, ez volt az utolsó néhány hét, minden tele volt a díszletelemekkel, a jelmezekkel, a készülő, az elkészült, csodálatosabbnál csodálatosabb kellékekkel, tényleg valami mesés, bocsánat, amit alkottak, de ez az igazság. És tényleg ez az igazság. Fantasztikus volt. Én nagyon-nagyon-nagyon élveztem, nem csak azt a részét, hogy a rendezés, a szereplőkkel való foglalkozás, hanem azt az amatőr bájt, azt az amatőr lelkesedést, azt az amatőr milliót, amiben belekerültem, fantasztikus volt összefogni, és én minden este, a végén már éjjel, meg hajnalban úgy tértem haza Budapestre, hogy tele vagyok. Hát el is hiszem. Szeretettel, jóval, csodával, és ne legyen ennek valahogy sose vége. Hát reméljük, és tudom, hogy nem is lesz talán, de ha már mondtad itt a szereplőket, szóval ezt mindig meg szokták kérdezni, és én se hagyom ki, biztos tőled is megkérdezték, szóval te, aki profi vagy, most így a szó értelmében is, szóval azért amatőrökkel dolgozni, az azért egy kicsit más kíván. Hát most a gyerekekről nem is beszélve, én ezt minden műsorban elmondom mindenkinek, hogy ugye azt megírták, hogy gyerekekkel ugyanúgy kell dolgozni, mint a felnőttekkel, csak kicsit jobban.
Na most milyen volt velük, szóval mennyire fogadták ők ezt? Noha nagyon szerették nyilván. Nagyon jól fogadták a kritikát. Na ez az. Szóval nyugodtan meg lehetett nekik mondani, hogy anyus, most akkor ez hamis és nem jó. Igen, én azt gondolom, hogy az első pár hétben ismerkedtünk egymással, próbáltuk egymást feltérképezni, hogy ki meddig mehet el, én, mint rendező, meddig tehetem meg azt, hogy beleállok egy helyzetbe, mit bír el egy első szereplő, tehát hogy itt hozzá kell tennem, hogy tényleg szinte mindenkinek ez volt az első színpadi alkalom, amiben részt vett élete során, és nem szerettem volna senkiben sem törést, sem gátat kialakítani, hanem próbálva a produkció minőségét szem előtt tartva, de mindig pozitív és előremutató irányba haladni, és nagyon jól vették mind a szövegbéli, mind a mozgásbéli, mind az alapvető színpadi helyzetek. Igen, abszolút. És akkor ugye mindig csatlakozott hozzánk egy újabb csoport. Jöttek az ovisok, akkor velük ugye teljesen más nyelvezetet igényel a rendezés is, miközben sokkal szigorúbbat, hiszen könnyen szétszélednek, rohangálnak, nehezebb összefogni őket, meg a koncentrációs idő is nyilván sokkal rövidebb. De a felnőtteknél is azt láttam, hogy ugye a második hónapban egyszerűen kedvel, felkészülten, maximális felkészültséggel érkeztek a próbára, mind a szöveg tekintetében, mind a színpadi helyzetek átgondolásában. Tehát haladtunk, folyamatosan haladtunk, az általam kitűzött időintervallumokba abszolút belefértünk, próbáltuk tényleg az egyéb segítők ezeket is időben is úgy ütemezni, hogy mindig valami elkészüljön, és mindig azt hozzá tudjuk fésülni ahhoz, ami már megvan. Igen. És így egyszerűen ment a folyamat. Úgy ment a folyamat, mint egy profikkal közös munka. Zene? Hogy volt? A zenei jogokat megkaptuk a rajzfilmhez, ami szerintem egy nagyon izgalmas koncepciót alakított ki, tehát a rajzfilm zenéjét használtuk fel, és a Sára Arany zenekar segített úgymond átemelni a rajzfilmnek a picit poppos, picit rockos zenéjét népzenei kíséretbe. Ezzel egy egész éjszakát eltöltöttünk Halásziban, hogy elkészüljenek előzetesen a próbához szükséges csak felvételek. Egy éjszakát. Iszonyatosan profi munkát végzett a zenekar is, én abszolút azt tapasztaltam. Sokat beszéltünk előtte telefonon, próbáltuk egyeztetni, hogy tényleg mi a rendezői elképzelés, mi a kórusvezetői elképzelés, mi az, amit elbírnak a kórus tagjai, és aztán egy maraton éjszaka alatt, mert ők éppen Halásziban táboroztattak, fölvettük a zenei anyagot, az vágásra került, és a következő héten már próbáltunk vele. És tényleg voltak artisták is? Voltak artistáink is, na, igen. Mit csináltak? A kreatív kráterkör artistái tűzzsonglőrködéssel, különböző zsonglőreszközökkel, illetve gólyalábon közreműködtek a produkció különböző részeiben. Na most, ahogy kiveszem a szavaidból, és ezt nem véletlenül mondom, akkor itt katonás rendet kellett tartani tényleg mindig. Arra jutott eszembe, hogy azért itt a gyerekek, mint a sisere, hadd szétszaladgálnak, de ez azért jutott eszembe, mert úgy tudom, hogy részt vett ebben a nagyszerű közös munkában a valamilyen honvédtüzér alapítvány is, ugye? Pontosan. A Dabasi Honvédtüzér Alapítvány egy ágyúval járult hozzá az előadás, hát úgymond hangzás és látványbéli emeléséhez. A csatában eldördült egy ágyú, és valóban a Honvédtüzér Alapítvány tüzérei teljes katonás fegyelemben ott álltak, és arra vártak, hogy elhangozzon a végszó, és dördülhessen az ágyú. Hát ez igen. Hát én nem ismerem a vezetőit a településnek, de egyáltalán én azt hiszem, és biztos egyetértesz velem, minden tiszteletem az övéké, hogy tényleg ennyire odafigyelnek, és tényleg ezen a, hát bocsánat, falu, nagyközség, hogy megcsinálják ezt a nagy segítséget, de ez most azért jutott eszembe, mert amikor kicsit megnéztem, hogy honnan ez a nagyszerűség, egy oklevél 1411-ben említette először az ő nevüket, méghozzá úgy, hogy a Csévi, hát Csév az is ott van a környéken, meg Pilis, hogy a Csévi, a Nyári és a nyáregyházi családoknak volt a birtoka, így név szerint, és akkor ebből alakult ez ki, és hát ez egy külön műsort érdemelne, hogy ápolják a hagyományokat, meg mindent, hát
azt hiszem, hogy ezt mindenféleképpen szóba akartam hozni, és meg is érdemlik. Na hát akkor beszéljünk egy kicsit a jövőről, mert ugye az előbb azt mondtad, hogy reméljük, hogy lesz folytatás. Hát akkor a társaság, én nem hiszem, hogy Nyíregyháza átköltözik Pilis településre, vagy hogy lesz ez a következő, és mikor? Valahogy pontosan így október 15-én Pilisre utazik a János Vitéz előadás. Hát akkor ez kis szereplőgárdájával együtt. Fognak. Igen, a pilisi Csernai Pál művelődési házban 17 óraig kezdett el. Október 15-én újra János Vitéz. Hát ez igen. Nagyon izgatottan várjuk, pláne azt, hogy hát ez az első tájelőadás, tehát igen. Kimozdul, ugyan nem megyünk messzire, de mégiscsak a monumentális díszletelemektől az elképesztő mennyiségű szereplőig mindenki egy picit átköltözik majd Pilisre. Hát tényleg, akkor ott cuccolni is kell, és nem csak a díszítőknek, hanem nyilvánvalóan a közlekedést is valahogy meg pontosan. Kell oldani, mert olyan ez a díszlet, hogy nem fér bele egy spurcatyorba. Nem. Azt hiszem mindenféleképpen. Na most azért beszéljünk csak arról, hogy tulajdonképpen van még időt szinkronizálni? Hála jó égnek van. Mindenre van az embernek ideje, amire szeretné. Ez a mondás szerintem teljesen igaz, ez nagyon közhelyes, van. De abszolút igaz. Van, van és örömmel. Van következő szinkron szerep, meg van már? Vagy akkor, ha nincs, akkor mi a lúgtól? Azok ugye folyamatosak. Hát az folyamatosan jön, tudom. De most például megint van olyan sorozat, ami egyszer csak előkerült a második évaddal, az Agymenőkből, Éminek van egy saját külön sorozata, most egyszer csak hirtelen második évadot kezdtük meg két héttel ezelőtt. Igen. Ezek a szívéhez nőnek, én azt hiszem, a hangot kölcsönző színészeknek, tehát picit együtt lélegzünk, picit együtt élünk, és néha óriási öröm tud lenni, hogy na, egy régi figura visszatér. Ez nagyon jó. Egyébként ismerőseim, mármint színész ismerőseim szokták mondani, hogy mindig egy olyan megható és nagyon boldog érzés, hogyha valakinek olyan a bőrébe bújhatok, vagy azt szinkronizálhatom, aki nekem is szimpatikus, hogy akkor az dupla öröm. Hát most neked sem mindegy, nem tudom most, hogy Britney Spears kell éppen szinkronizálni, vagy nem tudom kit, vagy Beyoncé-t, hogy csak a zenéről beszéljünk, de neked van ilyen, aki kedvenc figurád volt? Nagyon-nagyon szeretem a szélsőséges figurákat. Gondolom, de te nem vagy szélsőséges. Egyáltalán, nem kicsit sem. Amiben van kihívás, most pont a múlt héten volt egy olyan egyedi francia film, amiben egy elképesztően izgi csajnak kölcsönözhettem a hangját. Igen. Külsőre is izgalmas volt, stílusában is ez a nagyon gangster, nagyon alvilági, nagyon mondja, és már régóta vágytam egy ilyen szinkron szerepre, amiben úgy oda lehet mondogatni, és lehet egy olyan beszédstílust végre használni, igen. Amit egyébként meg nyilván a romantikus és csodálatos lelkű filmekben pedig ez nem. Na, elmúlt héten volt vendégünk Jendrics Anikó, a Fémszínháznak az alapítója és társulatvezetője, és éppen szóba hoztuk, hogy milyen sokan vannak náluk, mert megindult az 5. évadjuk. Hát te is voltál a Fémszínházban is, és ezt azért kérdezem, hogy a színpad az meg van még, vagy hogy van meg? Mert tudom, hogy tanítasz is, szóval azért ez elég sokrétű dolog. Megvan a színpad jelen pillanatban, most legerősebb formájában a Handa Banda zenekarral, koncertezünk. Az akkor megvan még. 15 évesek akkor. Leszünk jövőre, hú. Abszolút megvan, és nagyon-nagyon szeretek a fiúkkal együtt dolgozni. Szeretem a zenének a szabadságát, a Fémszínház is nagyon-nagyon szép emlék az én karrieremben vagy életemben, pont ott lehettem, amikor megalakult igen. Itt a Váci utcai új helyszín. Ami fantasztikus volt végignézni, hát hogy el is hiszem. Apró kis lépésekből, de egyszer csak ott volt a színpad, ott volt a nézőtér, és bemutattuk az első előadást. Így van, és nagyon klassz a színház. Na mindegy, ez most nem arról szól, azt a múlt héten megbeszéltük, de hát azért az előbb akartam már mondani itt a Nyíregyházi történetnél, hogy hát könnyű oda menni, mert még egy évszámot én tudok, hogy 1972 és 1990 között közös tanácsa volt Pilisnek, hogy hívják, a Nyíregyházával, úgyhogy közös vezetése volt, úgyhogy hát akkor ez azért mindenféleképpen jó. Köszönöm ezeket a háttérinformációkat. Hát akkor ez muszáj volt elmondani. Na most akkor még egy, mert ugye tanítasz, ezt az előbb mondtam. Hol? Mert azt emlékszem, volt olyan, hogy Waldorf iskola, most hol, merre? Volt Waldorf iskola is, volt drámatanítás is jelen pillanatban, és a Kanyargó Alapfokú Művészeti Iskolában drámatanárként is dolgozom, illetve a Csepp Színház és Színi Tanoda növendékei, az örök tanítványaim. Igen. Lassan 20 éve. Hát akkor elmondom az arszpoétikádat.
amit tőled loptam el. Ez így hangzik, azt mondja, a lételemem az alkotás, valami új, valami egyedi létrehozása. Úgy hiszem, a művészet csodálatos erővel bír, gyógyít, tanít, megerősít, és mindenhol, mindenkor jelen van még, akkor is, ha nem látszik fizikai valójában. Ez nagyon szép. Azt hiszem, hogy lehet ez az aszpoétikád. Köszönöm. Én is, hogy jöttél, sok sikert. Köszönjük szépen. Egyet mondok, öcsém. Kettő lesz belőle. Te deréklegény vagy. Azt a bátor szented. Téged az Isten is zsiványnak teremtett. Úgy látom, az életedet megveted, a halált nem féled. Te kell lesz nekünk. Kezet csapunk, Béled! Hey!